Köszöntöm Önöket, a Kölcsei Televízió Weekend című kulturális program ajánló műsorát látják. Augusztus 12-e péntek van. Hamarosan elkezdődik a Cantemus Kórus Fesztivál idei koncertsorozata. A világhírű nyíregyházi együttes mellett számos külföldi vendégkórus előadásaira látogathatnak el megyeszerte majd. Zenehallgatás közben érdemes az eget is szemlélni. Augusztus ugyanis a csillaghullás hónapja. A témáról a Bátorligeti Gemini Csillagász Egyesület elnökével beszélgetünk. Folytatódnak a Mandala nyár programjai a Sóstói Múzeumfaluban, ahol egyébként gőzerővel készülnek az augusztus 20-ai hétvégére is. Tartsanak velünk, rögtön kezdünk! Észtországból, Spanyolországból és az USA-ból is érkeznek világversenygyőztes együttesek Nyíregyházára, a 14. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra. A fesztivállal párhuzamosan karvezetői mesterkurzust is tartanak. Vendégem Szilágyi Szilárd, a Cantemus PR referense. Szia, jó estét! Üdvözletem! Hát azt hiszem, hogy van mondani valód nekünk, és mindenek előtt akkor egy picit beszéljünk ezekről a kórusokról, mert annyit tudok, hogy gyakorlatilag mindenki profi. Hát igen, olyan szempontból, hogy a profi kategória az ott kezdődik, hogy ebből élnek, hát ők nem ebből élnek, viszont a színvonal, amit nyújtanak, az abszolút professzionális. 9 kórust hívtunk meg, és abból különleges ez a fesztivál, hogy eddig jelentkezéses alapon lehetett. Mi természetesen meghallgattuk a beküldött anyagokat, és azt szerint választottunk, de most biztosra mentünk, és meghívtunk 9 olyan kórust, akiről mi úgy gondoljuk, hogy tényleg olyan színvonalat nyújtanak minden szempontból, ami a fülnek és a szemnek is, úgy mondjam, ingere lesz a hallgatóság számára, akik részt vesznek a fesztiválon és eljönnek a koncertekre. Reméljük, hogy nagyon sokan lesznek ilyenek. A 9 kórus közül egy abból a szempontból különleges, hogy itt a Cantemus Fesztivál keretében Indonéziától kezdve a Fülöp-szigetekig, Japán, Kína, minden kórus megfordult itt, de az USA-ból még nem volt együttesünk. És most Salt Lake City-ből jön egy abszolút jó kórus, akinek mi is kíváncsian várjuk, hogy milyen produkciót nyújtanak majd. Aztán az East televíziónak a leánykara, szintén egy remek kórus, Annie Saluver vezetésével, és hogyha már említetted, hogy itt kórusfesztivál és mesterkúzus is zajlik, azt elmondom, hogy most a hagyományos Cantemus Fesztiváltól eltérően versenyt most nem tartunk, viszont úgynevezett műhelymunkát kiváló karvezetők vezetésével csinálunk az itt résztvevő kórusoknak és a saját kórusainak is. Ugye Szabó Soma az egyik kiváló karvezető, aki ezt tartja, a Gary Graden Svédországból másik, és a harmadik az említett ész televízió lánykarának vezetője, az Annie Saluver, akik tulajdonképpen a kórusokkal egy kicsit összességében is foglalkoznak majd. És hogy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk Szabó Soma vezeti az észt kórust? Vagy... Nem teljesen, mindegyik kurzustartónak lesz egy bizonyos időkerete, és azon belül foglalkozik művekkel, az egyik vegyeskari művekkel, a másik gyermekkari művekkel, esetleg a harmadik lánykari művekkel, és akkor az itt résztvevő kórusokból és a mieinkből természetesen részt vesznek ezen a kis továbbképzésen. És magára erre a mesterkurzusra gondolom, hogy erre is jelentkeztek a kórusvezetők. Tulajdonképpen akik itt részt vesznek, a karvezetői mesterkurzus, az egy másik téma, Szabó Dénes tartja, és abból a világ minden tájáról jelentkeztek, Angliából, Németországból, Európán sok részéből a karvezetők, Magyarországról is, például Gyöngyösi Levente,
zeneszerző, és úgy gondolta, hogy ő most akkor aktívan is szeretne tanulni Szabó Dénes karvezetői irányításával, és ő is részt vesz a karvezetői mesterkurzuson. Szóval így ilyen forgatagnak kell elképzelni ezt az egészet, ez sok-sok program lesz, de a hallgatóság, a nézők részéről 4 koncertet emelnék ki. Az egyik a 18. folklórest a Kossuth téren, ami szokás szerint óriási nagy érdeklődése szokott számot tartani, és tényleg nagyon jó szokott lenni, most reméljük, hogy még jobb lesz, mint az eddigiek. A gála koncert az 20-án, a Continental Arena-ban szintén egy óriási esemény, és 2 koncert, mind a kettő a Kontinensek hangja címet visel, az egyik 17-én, a másik 19-én a Kodály iskolában zajlik, és ezen az első koncerten a Salt Lake Cityből érkezett amerikai énekkar fog énekelni, a másikon pedig az észleánykar. De hát érkeznek Olaszországból, 2 kórus Spanyolországból, Macedóniából, Görögországból, Törökországból, és Debrecenből a Lautícia gyermekkar is szintén nagyon jók. És ugye nem csak Nyíregyházán lépnek fel a kórusok, hanem a megye több pontján. Pontosan, több helyszínen is lesznek. Ezt a cantimsfestival.org.hu honlapon egy tökéletes és pontos leírás van helyszínekkel együtt, meg lehet nézni, meg lehet lenni, de ezek a vidéki koncertek ingyenesek, tehát erre nem is szükséges belépőjegy. Református templomoktól kezdve katolikus templomokig nagyon jó koncertek lesznek. Itt mindig általában 4 együttes lép fel, egy közülünk, a kicsik közül is, például a Nyitni Kék kórus is, a Napsugár kórus is fog szerepelni, vagy a Cantimus fiú kórus is, és külföldi énekkarok elosztva egy körülbelül 15 perces műsorokkal, tehát egy olyan 1 órás időtartamban zajlanak ezek a koncertek. Tokajban is lesz koncert, Nagyecseden is lesz koncert, Vállajon is, és meg lehet nézni a honlapon, tényleg jó koncertek lesznek. Akár Nyíregyházáról is egy kirándulás keretein belül akár szerintem akár meg lehet ejteni, de aki nem akar távolabbra menni, zsinagógában is lesz koncert. Nos, hát akkor mindenképpen nézegessék a fesztivál honlapját. Én úgy gondolom, hogy a Kossuth tér biztosan zsúfolásig meg fog telni. Ugye nyilván ott nem lehet belépőt venni, de aki egyébként szeretne kedvezményesen, akár bérletet is vásárolhat, és ezzel ugye minden egyes belépős koncerten egy sokkal kedvezőbb helyárral vagy jegyárral tud belépni. És ezek, amiket ugye mi látunk, hát mögötte meg rengeteg egyéb program, ez alatt az idő alatt gondolom, hogy azért az is fontos számotokra, vagy a Cantemus iroda számára, vagy a kórus család számára, hogy mondjuk egy amerikai együttesnek megmutassátok a várost, a nevezetességeket. Belefér ez ilyen rövid időre? Igyekszünk. Minden kórusnak vannak kórus kísérői, és szerintem a kórus kísérők általában párba szoktak lenni, mindent meg fognak tenni azért, hogy a lehető legtöbbet kihozzák a meglehetősen sűrített programból, mert azért minden nap lesz tennivaló, és hát főként énekléssel fog ez a hét eltelni, de hát reméljük, hogy sok olyan dolgot is látnak majd, ami tetszik majd nekik. Hát gondolom, hogy az állatparkot, vagy az élményfürdőt csak megkeresik, vagy felkeresik. Lehet, hogy igen, ez most még szerintem a kórus kísérőktől nagyon sok fog függeni, mert korábban a Cantemus Fesztiválok alkalmával mindig volt állatkerti belépő, most ezt nem tettük meg, sok minden oka volt ennek, de hát reméljük, hogy a kórus kísérők azért számos helyre el tudják majd jutatni a kórusokat. Nos, hát mi nagyon szépen köszönjük, tehát ez a 14. Cantemus Kórus Fesztivál gyakorlatilag most már lassan jubilál a rendezvény, és ugye mivel 2 évente kerül megrendezésre, lassan 30 esztendeje érkeznek kórusok ide Nyíregyházára, és én úgy gondolom, hogy egy kicsit ezt a fajta ilyen nemzetköziséget itt Nyíregyházán is jó megélni, hiszen nektek, akik gyakran utaztok a világ számos koncerttermébe, hogy a Cantemus kórus családdal, ez lehet, hogy megszokott, de nekünk a közönségnek ez mégiscsak egy igazi csemege. Úgyhogy köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen, és várjuk szeretettel a hallgatóságot.
Kedves nézők, egész napos programsorozattal várnak mindenkit a Sóstói Múzeum faluba. Az augusztus 20-ai hétvégén, Szent István napján, az új kenyér ünnepén természetesen felelevenítik a régi hagyományokat, programajánlók következik. Hamarosan, működés közben is megnézhetik a látogatók ezt a száraz malmot. A Sóstói Múzeum faluban augusztus 20-án 10 órakor nyílnak a kapuk. Az új kenyér ünnepéhez kapcsolódó programok aznap 10:30-kor kezdődnek. Hosszú idő óta szervez a Sóstói Múzeum falu augusztus 20-ára programsorozatot, hiszen azt gondolom, hogy a falusi közösségek számára és mindannyiunk számára fontos az új kenyér ünnepe. A kenyér az tulajdonképpen egy szimbólum, az életet, a termékenységet, a bőséget szimbolizálja, ennek megfelelően az aratás végét is az új kenyér ünnepének is mondjuk már jelen korunkban. Emellett természetesen augusztus 20-a államalapító királyunk Szent István ünnepe is. Ezekben az időszak illetve mostanában már összeolvadt ez az augusztus 20-ára tett programsorozat. Ezt szeretnénk ebben az esztendőben is megünnepelni az ide látogatókkal, természetesen színes programokkal, amelynek azért középpontjába a kenyér áll. A skanzen erre a napra versenyt is hirdet. Nevezni saját sütésű kenyérrel lehet. Szeretnénk, hogyha minél többen megmutatnák, hogy otthon milyen kincses kamrája van már sok-sok embernek, és milyen csodálatos kovászos kenyeret tud készíteni, és várjuk azokat az érdeklődőket, illetve bátrakat, akik szeretnénk a kenyerüket erre a kovászos kenyér versenyre benevezni. Ennek a kovászos kenyérnek és a versenynek 12 órakor lesz eredményhirdetése, értékes nyereményekkel, természetesen a falu imázsához mérten értékes nyereményekkel szeretnénk kedveskedni a bátor vállalkozóknak. Az aratási munkák végét a régiek tánccal ünnepelték. A múzeumfalu főterén ez sem maradhat el augusztus 20-án. 13 órától a Szabolcs Néptánc Együttes táncműsora, néptáncos műsora várja az érdeklődőket a falu központban a színpadon, utána pedig egy kicsikét az arató bál emlékét szeretnénk feleleveníteni, és 13:30-tól a falu központban szeretnénk megtáncoltatni mindenkit a Szabolcs Táncegyüttes segítségével. Az új kenyér, mint említettem, ennek az időszaknak a szimbóluma, hiszen az aratás végét aratókoszorúkkal, aratóbállal és az új búza megsütésével új kenyérrel ünnepelték, kenyérszentelés és hálaadó Isten tiszteletre 14 órakor kerül sor. Már több évtizede Kósa László református lelkipásztor az, aki igét hirdet, és az új kenyeret megáldja. Ezen kívül 15 órakor egy sólyom bemutató, sólymász bemutató Szentpéteri Levente várja az érdeklődőket. Természetesen, mint említettem, a kenyér egy picikét a középpontba kerül. A kincses kamra lesz a vendégünk, akik a Deszka Magtárban tulajdonképpen saját tapasztalataikat szeretnék átadni, hogy miért is fontos a jó alapanyagból a jó kenyér elkészítése, hiszen a mindennapi imánk, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az vagy, és azzá leszel, amit megeszel. Az ő tapasztalatuk a kovászos kenyérben, a jó lízben, és az ehhez való hozzáállásban van, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen interaktív beszélgetésre és tevékenységre várjuk, ahol megismerkedhetnek a kovásszal. Kovászos kenyeret készíteni nem tudunk, hiszen ez egy több napos munka, de mindenkit arra bátorítunk, hogy jöjjön el, mert rengeteg újszerű és érdekes dolgot mondanak el a kincses kamra megálmodói. A kenyér útja címmel térképes játékra nevezhetnek a vállalkozókedvűek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felajánlásával 300 cipót osztanak szét a rejtvények megfejtői között. A kétnapos rendezvénysorozaton a kenyér mellett más hagyományos ételeket is kóstolhatnak a látogatók. Kóstolóval várjuk a vendégeinket, hiszen a népi gasztronómia elmaradhatatlan a Sóstói Múzeum falu ünnepeiről. Mi is készülünk kemencébe sült kenyérkóstolóval, finomságokkal, de természetesen főtt étel is várja az ide látogatókat, nehogy valaki üres gyomorral távozzon. Az egész naphoz hozzátartoznak a kézműves tevékenységeink, mézes kalács díszítés, ronybaba készítés, egyéb tevékenységek, kipróbálhatják a szövést, az íjászkodást az ide látogatók. Népi játszóudvar és kosaras körhinta a fiatalabbak kedvence ezeken a
A rendezvényeken természetesen ez is elmaradhatatlan eleme az augusztus 20-ának. Augusztus 21-én szintén a Népi Játszóudvar és a Kosaras Körhinta az apróságok kedvence működik, a Buratino Nyíregyházi Bám Színház lesz vendégünk, illetve 11 órától Hajdu Ágota hangszersimogatóval, nótázással várja az ide látogatókat, és természetesen néhány vásározó is lesz, aki kézműves termékeivel, portékáival szeretne kedveskedni a nagy közönségnek. A belépés augusztus 20-án pirosbetűs ünnep lévén ingyenes lesz. Látványos meteoreső vár ránk a következő napokban. A nyárvégi csillaghullásról Aleszenszky Rolanddal, a Bátorligeti Gemini Csillagász Egyesület elnökével beszélgetünk. Szia Roli, jó estét! Szervusz, szia, üdvözöllek! Tulajdonképpen ugye ez egész augusztus már valahol itt a csillagok bűvöletében telik, főleg azoknak, akiket valamennyire vonz. Bár azt gondolom, hogy maga a csillagok, a bolygók, egyáltalán az univerzumnak a végtelensége, az egy olyan misztikus dolog, amiben ha az ember elkezdi magát beleásni, akkor lehet, hogy ki se jön belőle. Te is így voltál ezzel, ugye? Igen, én is így voltam, és még mindig nem találom a helyem, tehát benne vesztődök és nézelődök, mindig van új és új dolog. Bárki, nem muszáj laikusnak lenni, akár egy spontán ember, aki hazasétál, akár munkából, felnéz az égre, elcsodálkozik, lát millió apró pöttyöt az égen, ennek rendre ugye a java csillagok vannak, műholdak, és nem hiszem, hogy van olyan ember, akit valamilyen szinten, akár apró, nem érdekelne. Tehát... Most én azt olvastam, hogy ugye most éppen egy teli hold napján vagyunk, vagy estéjén, és talán ez egy picit rontja az esélyeket. De hát én úgy gondolom, hogy ha valaki nagyon kitartó, és megtalálja a megfelelő helyszínt, akkor biztosan fog hullócsillagot látni. Ti hol szerveztek ilyen eseményt most a hétvégén? Igen, a teli hold sajnos zavaró. Tehát, hogyha hullócsillagokat szeretnék nézni, a legnagyobb fényszennyezés, csúnyán fogalmaz, az a hold. Tehát az nagyon-nagyon be tudja határolni azokat, amiket lehet látni. Várostól távol eső területeken alkalmas hullócsillagokat nézni, akár azt mondom, hogy holdmentes éjszakán, de ez a meteorra is, ami most van egyébként, már július végétől látható. Tehát most lesz ennek a, úgymondva, hogy mondjam... A kicsúcsosodása? Igen, a kicsúcsosodása, és most van legaktívabb időszaka. De az nem azt jelenti, hogy két hét múlva nem lehet még látni belőlük, lehet ugyanúgy, sőt, lehet akár nagyobbakat is látni. Szervezünk erre egy programot, most szombaton Nyíregyházán, a Bújtosi Városligetben, a Szigetben. Este 8 órától egészen érdeklődésig, de minimum olyan 11 évfélig várunk mindenkit sok szeretettel. Lesz holdészlelés, bolygókat figyelünk meg, és akár reméljük, hogy hullócsillagot is fogunk látni. Milyen kütyütök van, vagy szerkezetetek, vagy ilyen távcsövetek, vagy nem tudom, amivel mondjuk egy kicsit jobban lehet látni a dolgokat, mint szabad szemmel? Hát a szabad szem előnye például a hullócsillagban kimutatkozik, mert ugye az távcsöveken keresztül csak nagyon nagy sanszal lehet elkapjuk, tehát ha esetleg elszágod előtte. Vannak tükrös távcsöveink, lencsés távcsöveink, ugye attól függ, hogy mit szeretnénk megnézni, mit szeretnénk bemutatni a közönségnek. A tükrös távcsövek általában ugye nagyobb fényt gyűjtenek, tehát azt inkább mélyegekre szoktuk használni, de nem nincs megkötve a kezünk, tehát ugyanúgy a holdat is meg lehet vele nézni holdszűrővel, vagy a lencsés távcsövet, hogyha előkapjuk a régi motorost, akkor azzal is gyönyörűen meg lehet látni. Reményeink szerint 3-4 távcsövet ki tudunk állítani, ez a minimum, ettől csak reméljük, hogy több. De ez mellett még lesz binokulár, és hát a szabad szem. Ugye gondolom, hogy egy-egy ilyen estén azért vannak olyan kíváncsiskodók is, akik például meg akarnak arról győződni, hogy most akkor a holdon van-e élet, olyan helyeken, ahova esetleg mi mondjuk szabad szemmel, hát szabad szemmel nyilván nem, de akár egy távcsővel sem lehet belátni, illetve hát különböző elméletekben hívők volt már ilyen emberrel találkozásod, akit meg kellett győzni valaminek az ellenkezőjéről? Volt egyébként, volt nemcsak nekem, kollégáimnak is, de szeretjük meghallgatni. Ez is egy vélemény, ez is egy ismert, úgymondva cikkről jut eszük be általában az embereknek, hogyha valamelyik gömbhalmaszt nézzük, vagy akár a holdat, igen, előjönnek, hogy nincs-e élet a Földön kívül, vagy esetleg a holdon.
Hát hatalmas az univerzum, tehát végtelen. Nem tudjuk azt, hogy van-e Földön kívül élet, vagy nincs, de a Holdon biztos, hogy nincsen. Nemrégiben az egyik legsikeresebb film volt a Ne nézz fel, ugye, amelyben tulajdonképpen a bolygó pusztulását egy hatalmas meteorit érkezése okozta, és utána érdekes volt, mintha a valóságot megírta volna a hollywoodi film, mert hogy nagyon sok ilyesmiről olvastam, de hát szerencsére ezek mindig elkerülték a Földet. Például ti akár egyesületi szinten figyeltek ilyesmit, vagy van erre megfelelő apparátusotok? Mert ebben a filmben ugye olyan érdekes volt, hogy gyakorlatilag senki nem hitt a főszereplőknek, amikor ők előre jelezték ennek a meteoritnak az érkezését. Hát a meteoritnak az érkezését rendkívül sok eszközzel tudják már figyelni. Mi az egyesületen belül sajnos nem. Tehát oda nagyon komoly távcsövek, eszközök kellenek, kamera, és még nagyobb tudás. Mi vagyunk egy szinten, nem mondom azt, hogy sok mindent tudunk, rengeteg dolog van még előttünk, és reméljük, hogy a létrán majd fölfelé haladunk, de ez nem jelenti azt, hogy felé. Így van, megcélozzuk a Holdat, és hogyha landolunk is a csillagok közé esünk. Szóval az egyesületünknek nincsen erre sajnos kapacitása, de reményeink szerint egyszer látogatunk oda, ahol ez megtörténik, és át tudjuk élni. De biztos, hogy azért vannak olyan lehetőségeitek, amivel mondjuk tájékoztathattok, vagy akár gyerekeket vonhattok be ilyen jellegű dolgokba. Mi az, amit tevőlegesen egyébként csinál az egyesület? Ismeretterjesztés. Táborokat szervezünk, előadásokat tartunk, egy kicsit nevesítjük a csillagászatot, próbálunk lehetőséget teremteni. Itt Nyíregyházán is többször voltunk már 2020-ban, utána jött ez a Covid időszak, ami után egy kicsit azért leapadtunk, de az nem jelenti azt, hogy eltörte volna a kedvünket, vagy megtört volna minket, csak picit azért nehezebb újra beindulni, felvenni a ritmust. Ezen vagyunk most, és továbbra is szeretnénk mindenkinek lehetőséget biztosítani, például a most szombati alkalom az tökéletes lehet rá, amennyiben az ég is úgy akarja. Mert mi történik, hogyha mondjuk felhős az idő, vagy esik, akkor is azért kimentek, és várjátok a látogatókat, és bíztok abban, hogy esetleg lesz egy kis felhőmentes időszak az éjszakában? Hát ebben én vagyok egyébként a legreményebb figura, mert hogyha egy észlelő estére kimegyünk, általában kollégák azonnal, ez nem jó, nem jó. Én azért mindig tartom a lelket, hogy de jó lesz, jó lesz. Nyilván nézzük az előrejelzéseket, és hogy tragikusan rossz képet festenek, akkor 2-3 óra hosszával előtte mi bejelentjük azt, hogy elmarad az esemény, nem jelenti azt, hogy nem lesz bepótolva, de augusztusban már semmiképp. Egyébként most ebben az évben hány estét töltöttél a csillagok vizsgálásával, vagy az ég lesésével? Hát rengeteget, nagyon sokat. Minden évszaknak megvan a maga jellegzetessége, gyönyörűsége, tehát mindig más látunk az égbolton. Tehát ha felnézünk is, mindig a múltat látjuk, tehát ezt már elég ugye feldolgozni. Ki szoktam menni egyébként bármikor, hogyha úgy tartja kedvem, én bátorlégetlen lakok, fényszennyezetlen hely, kimegyek a kertbe lényegében, és távcsövezek. Uh-huh. Elég gyakori ez, havi többször van azért, ahogy az időm engedi. Hát ez egyébként ez egy ilyen romantikus dolog, romantikus filmekben szokott lenni, ugye, hogy az ifjú pár kimegy a kis kockás plédre, és akkor a szakavatott fiú elmondja, hogy melyik csillagzat melyik. Én azt gondolom, hogy nagyon keveset tudunk, szinte tényleg a csillagjegyekről is, tehát az a, lehet, hogy általános iskolában tanultuk, nem nagyon tudom már felidézni a földrajz tanulmányaimat, minden esetre akár szakkör formájában is ez egy érdekes dolog lehet. Szakköreink voltak, és szeretnénk is újraindítani ezeket, nyilván meglátjuk, milyen lehetőségeink lesznek erre. Bízunk benne, és tervezünk is szakkörrel. Egy picit visszakanyarodva még el a romantikus dologra, pont azt hiszem egy olyan 2 hete volt egy ilyen rendezvényünk, amikor mindenki lásson lócsillagot nevezettel indítottuk el, és van a falu mellett egy nagyon nagy legelő, ahová ugye kértünk engedélyt, hogy kimenjünk, és mindenki hozta a kis pokrócot, kis takarót, lepedőt, kifeküdt rá, néztük a hullócsillagot, olyan 40-50-en voltunk. Ez nagyon nagy buli lehet. Igen, reméljük, hogy a következő évben, amikor megrendezünk egy ugyanilyet, már többen leszünk, hagyományt szeretnénk ezzel teremteni.
És hát ugye azért a, nem tudom, hogy mennyire nevezhető babonának, azért általában, amikor hulló csillagot látunk, akkor hasonlóan a kéményseprőhöz, amiben most már egyébként olyan kevés van szerintem, akkor az ember kívánt valamit. Milyen egyéb ilyen mitológiai dolgok, vagy misztikus dolgok kapcsolódnak még a csillaghulláshoz? Hát annyira ebben nem vagyok jártas, de gyerekkoromról nekem is megmarad, hogy ha jön egy hullócsillag, lehet kívánni valamit, és a mai napig egyébként előfordul, hogy kívánok valamit, felidézve ugye a régi emlékeket, és ezt próbáljuk átadni a fiatalságnak is. Nyugodtan kívánjatok, reményt adva és bizakodva nekik. Talán még azt arról hallottam régebben, azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor volt egy kis összejövetel, volt egy nagyon idős bácsi, de nagyon kedves volt, és amikor hullócsillag volt, pont volt egy nagy hullócsillag, és mondta az egyik kis srác a tömegből, hogy szeretne kívánni valamit, csak akkor nem lehet elmondani, gondolja el magába, és megszólalt az idős bácsi, hogy ő régen azt hallotta, hogy ha tehát egy hullócsillagot lát, akkor elhúny valaki. Úgyhogy én talán még ezt tudom fejlézni, ami hozzá köthető. Akinek mondjuk most akkor legyünk nagyon optimisták, mert ugye te is azt mondtad, hogy te mindig tele vagy reménnyel, hogy a szombat este az akkor ott a Bújtosi szigeten alkalmas lesz arra, hogy beavasd a laikusokat is egy kicsit a csillagászat rejtelmeibe, és mondjuk valaki így úgy, ahogyan te 12 évesen megfertőződik, akár az Egyesület tagja is lehet, vagy bekapcsolódhat a ti munkátokba? Természetesen, örülnénk is neki, sőt volt most ugye egy táborunk, és ott is volt egy környékbeli kisrác, ott ez volt neki az első tábor, de megígérte, hogy nem az utolsó. Ha már tudunk neki adni egy kis löketet, egy kis bizalmat, hogy mellette vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy a csillagászat valamilyen szinten egyszerűen belepasszírozódik az emberbe, úgyhogy ha tényleg, ahogy mondom is, hogyha sétál valaki, vagy bármi gondja van, sokan akkor is kiülnek a szabad ég alá, és ez is egy ilyen. Tehát azonnal, hogyha van valami, mindig fölfelé nézünk, és ők is így vannak egyébként vele, mind a kicsik, mind a nagyok. Úgyhogy persze, hogyha bárkinek kedve lenne, beléphet akár az egyesületünkbe, akár a helyi nyíregyházi csoportban is, nagyon nagy szeretettel várjuk, kortól nemtől függetlenül. Nos, akkor Oli, tehát a szombat este hány óra körül, ti már gondolom hamarabb ott lesztek a szigeten, mikor menjenek akkor a nézők csillagokat nézni? Reményeim szerint már 7 óra körül én kint leszek a kollégákkal. 8 óra körül már lehet érkezni, de aki igazán szeretné megválni a sötét egyen, olyan 8:30 után érkezzen, és kérünk innen is mindenkit, hogy segítsen nekünk egy kis reménnyel, egy kis bizalommal, hogy jó időnk lesz, jó idő ígérkezik, ugyancsak ahogy 2020-ban, amikor közel 500 fő volt egyébként, erre kíváncsi. Nos, és kockás plédekkel is, mert akár mondjuk le is lehet majd heveredni. Persze, nyugodtan, hely van, mindenkit várunk, akármilyen ötlettel rukkol elő. Köszönjük szépen! Kedves nézők, ezzel véget ért a Weekend első része. Tartsanak velünk a híradó után is, ellátogatunk Panyolára, és a 30. jubileumi Mandala nyár programjairól is szó lesz, várjuk vissza Önöket. Folytatódik Nyíregyháza legnagyobb múltú szabadtéri színházi rendezvény sorozata, a Mandala nyár. A hátralévő programokról a Mandala Dalszínház ügyvezetőjével, Bódis Gáborral beszélgetünk. Szia, Gabesz, jó estét! Jó estét! Gyakorlatilag ugye ma este, aki még nagyon gyors, az kísér a Sóstói Múzeum faluba, ami úgy gondolom, hogy egy fantasztikus helyszíne az előadásoknak. Gyakorlatilag ugye, ahogy a színházunk, mondhatom ezt, az évek során rengeteg színpadon lépett már föl, ez a Mandala nyár is igazándiból egy ilyen mobilis dolog, hiszen volt már a görögkatolikus általános iskola udvarán, ugye nagyon-nagyon régen a nyíregyházi szabadtéri színpadon, ami a Mandala Dal Színház üzemeltetése alatt állt, és akkor volt a Sóstói Múzeumfalu, ahova most visszatértetek. Sőt, még volt egy éves kis kitérő az evangélikus iskola udvarán is, 2011-ben, ha jól emlékezem. Hát azért 20 évet a mostani Rózsakert szabadtéri színpadon töltöttünk el, tehát a leghosszabb időt, és gyakorlatilag azt követően kerültünk a Sóstói Múzeumfaluba, amelynek a felújítása miatt volt egy kis kitérő a görögkatolikus iskolában. De most visszatértünk a Sóstói Múzeumfaluba, amit már
Abszolút nem bánunk, kifejezetten örülünk neki, mert a Sóstól nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, azt hiszem mondhatjuk bátran, felépültek új szállodák, és hát dübörögnek a turisztikai látványosságok, például a szökőkút, mint újdonság, és hát azt vettük észre, hogy sokan választják esti programként a fürdőzés, vagy az állatpark után, vagy egy jó vacsora után a Mandala nyár programjait. Tehát ugye kimutatható az internetes vásárlások alapján, hogy honnan érkezett a vendég, és hát sokan vannak Dunántúrról, tehát magyarul, hogy nem Nyíregyházáról. Tehát gyakorlatilag valaki ide jön eltölteni egy hosszú hétvégét, vagy akár egy hetet, és akkor megnézi, hogy milyen programok vannak, és ha mondjuk éppen a Sóston száll meg, akkor nyilván kihagyhatatlanok ezek az előadások. És vannak persze a Mandala rajongók, vagy a visszatérő vendégek. Van egy törzsgárda természetesen, egy törzsvendégkör, és hát ugye a Mandala Dalszín egy elég széles céges kapcsolatot is ápol, aminek nagyon örülünk, hiszen nagy tételbe vásárolnak tőlünk Nyíregyháza és Nyíregyháza környéki cégek jegyeket is, vagy a munkatársaiknak, vagy pedig a partnereiknek adják tovább ezeket a jegyeket. Azért azt elmondhatjuk, hogy már gyakorlatilag a szezon vége felé vagyunk, úgyhogy hogy értékeled az előző előadásokat? Hát második felében, nevezzük így, nagyon, nagyon sikeresek voltak az előadások, és az érdeklődés is nagyon jó, azt kell, hogy mondjam, elégedettek vagyunk. A céges jegyeken túl is, akik úgymond az utcáról benéző, a jegyvásárlóhelyre benéző vendégeink is, száma is egyre-egyre nő. Mondjuk, és ennek nagyon örülünk. Van még arra esély, hogy például valaki ma este meg akarja nézni Kálói Molnár Pétert? Hát elég korlátozott számban. Tehát a helyszínen is szoktak jegyet venni, de volt már példa rá ezen a nyáron, például a játékszín előadása alkalmával, a Hatan pizsamában című vígjáték alkalmával, hogy már egy héttel hamarabb lezártuk a jegyárusítást, mert elfogytak a jegyek. Úgyhogy sietni kell. És ugye elsősorban azért a vidám, önfelett nyári darabok azok, amire ilyenkor ki van éhezve szerintem a látogató, főleg azért, mert hogy a világban elég sok dráma és tragédia van, tehát jó egy kicsit nevetni. Hát az politikánk mindig is ez volt a műsorösszeállításnál, hogy igen, meg ezt is várják el a nézők, tehát a könnyed, szórakoztató darabokat, zenés produkciókat, de azt hiszem, hogy ennek a nyárnak az összeállítása az rendkívül színesre sikerült, hiszen szinte minden produkció más műfajból való, és hát ugye a ma esti előadás az egy stand-up comedy, bár ez csak részben igaz, mert ugye egy egyszemélyes előadásról van szó, de ez egy megírt darab, ez egy Broadway siker egyébként, amit Kálói Molnár Péter fordított le, és ad elő az Ősember címmel, úgyhogy akinek még esetleg nincs jegye, és talán még kaphat, akkor elindulhat még a... És miről szól az előadás? Hát, hogy miről szól, most annyira részletesen én ezt nem tudom elmondani, de az biztos, hogy szerelemről, férfinői kapcsolatokról, tehát az ajánlójában úgy van, én nem láttam a produkciót, tehát ezt hozzá kell tennem, tehát az ajánlójában úgy szerepel, hogy az első randi előtt is nagyon ajánlatos esetleg ezt megnézni, mert sok-sok hasznos dolgot, tanulságot levonhatnak a nézők a darab végén. Akár férfiak, akár nők, gondolom, így van, mindkét nemnek ajánljuk. Ez ugye a ma esti program, és holnap este pedig hát Mandala gála, tulajdonképpen egy nyári gála, a 30 éves jubileum számos előadásából válogattok. Hát egészen pontosan itt a Mandala nyarak 30 évére emlékeznénk, erre a 3 évtizedre, mert ugye ez év februárjában már megünnepeltük a társulat 30 évét, de mivel ugyanabban az évben volt az első Mandala nyár is, így akárhogy számoljuk, a Mandala nyarak is 30 éve zajlanak, és hát nagyon-nagyon sok minden történt ez alatt a 30 év alatt. Ugye a Mandala nyár alkalmával többségben vannak a vendégprodukciók, tehát igazából ez döntő részt egy szervező munka a Mandala Dalszínház csapata részéről, és csak részben veszünk részt saját előadásokkal a Mandala nyár produkcióiban. És hát ennek a ünnepi gálának több meghívott vendége is van, így például Mikó István, Teremitrixi,
Méhes Csaba, egy kiváló pantomim művész, Heller Tamás, Viki Dál Gyula. Ők olyan művészek, akik valamely emlékezetes produkcióba vettek részt az elmúlt 30 évben, illetve mondhatni, hogy rendszeresen visszatérő vendégeink valamely társulattal, vagy akár a Mandala társulatán belül. Hát ugye Viki Dál Gyula ikonikus figura, hiszen az első Mandala nyáron, azon a bizonyos József és a bűvös kabáton, amit a szabadtéri színpadon is két alkalommal 1992-ben előadtunk, ugye ő volt a sztárvendég, fáraó szerepét alakította, de ha Heller Tamást emelem ki, egy nagyon emlékezetes előadás volt a Doktor úr, amelyben Hauman Péterrel és Galambos Erzsivel együtt játszották a főszerepet. Akkor például Mikó István, aki először 1993-ban volt nálunk egy kabaré összeállítása, tehát az ismerettségünk oda nyúlik vissza, és ugye 6 éve, vagy most már 7. év is együtt dolgozunk, rendezés játszik nálunk. Teremi Trixi, aki operettekkel tér állandóan vissza. Tehát a vendégeinkkel beszélgetni fogunk, est moderátora egyébként Szabó László lesz, aki a Magyar Teátrumi Társaság titkára, ugye a Mandala Dalszínház alapító tagja a Magyar Teátrumi Társaságnak, ami egy a legnagyobb magyar, jelenleg a legnagyobb magyar színházi közösség, egyesület, és hát így aztán sok érdekességet is megtudhatnak vérhetőleg az érdeklődő nézők, és persze a vendégeinktől kértünk produkciókat is, tehát elhangoznak dalok, versek, és a Mandala Dalszínház társulata is részt vesz ebben a gálában, kicsit szerényebben, mint a jóval szerényebben mondhatni, mint a februáriban, hiszen az rólunk szólt, de abból a gálából emeltünk át elemeket, dalokat, részleteket. De hát akkor gyakorlatilag ez is egy nagyon színes este lesz, hiszen én azt hiszem, fellépések és mély tartalom is mindezek mellett. Aztán még egy táncjátékra várjátok az érdeklődőket, ez 16-a, és hát 20-án pedig karantén, vagy te, improvizációs est. Igen, hát a Magyar Nemzeti Táncegyüttes érkezik hozzánk, akik nagyon-nagyon örültek a meghívásunknak, mert itt az ország keleti régiójában régen jártak, és nem is akármivel jönnek, hiszen a Tenkes Kapitány, ez egy hatalmas siker a táncegyüttes részéről, sok más mellett, de azt kell, hogy mondjam, ez egy kiemelt siker, több mint 10 éve van műsoron, ha jól tudom, és igazából ez egy táncszínházi produkció, tehát a Tenkes Kapitány a filmsorozatot ki ne ismerné, és a filmsorozatnak az ikonikus jeleneteit el is játsszák, tehát ebbe a produkcióba próza is van, és Sebő László írt hozzá zenéket, tehát saját zenékkel megy ez a produkció, hát persze a tánci a főszerep, de gyakorlatilag eltáncolják, elmesélik, és kicsit el is játsszák a Tenkes Kapitányát, úgyhogy egy vidám, szórakoztató táncestről van szó, és hát mégiscsak a Magyar Nemzeti Táncegyüttes érkezik hozzánk, ami egy rang. És a 20-ai produkcióval kapcsolatban, hát Kálói Molnár Péter Pokorniliával tér vissza hozzánk, és megiklette őket a pandémia, az akkori bezártság nem unat, tehát nem tétlenkedtek, ez a pontos, így úgy gondolták, hogy ebben a témában egy a beugróhoz hasonló improvizációs estet készítenek, és ezért lett ez a cím, hogy Karant én vagy te. Tehát azt hiszem, ez is sokat ígérhet, hiszen a pandémia alatti gondolatokat, érzéseket mesélik el nekünk ezekben az improvizációkban. És a zárásként pedig augusztus 25-én Kalapács Józsi, így mondom, mert hogy így hívja mindenki, érkezik hozzánk, aki egy színházi koncertet ad, abból az alkalomból, hogy betöltötte a 60. évét, ahogy a szlogenje szól, 60 év totál, 40 év metál, de ezúttal azért nem egy metál koncertről van szó, tehát tényleg egy színházi jellegű koncertről van szó, hiszen Kalapács Józsi nagyon sok színházban, többek között a Mandala Dalszínházban is alakított rock operákban, műzikelekben szerepeket, például a Macskákban is szerepelt, a sokadik szereposztásban természetesen, olyan értelemben, hogy az utóbbi években ugye mindig cserélődtek a szereplők, hiszen 1500 előadást élt meg nem olyan rég a Macskák, de például abban is szerepelt, a Mandala Dalszínházban, az Egri Csillagokban játszott a Hegedűs István szerepét, és hát az István a Királyban Koppányt is alakította jó néhány alkalommal, nem csak nálunk. Tehát ezekből a színházi zenész szerepekből lesz egy koncert jellegű válogatás, és ennek a koncertnek lesznek vendégei is, úgy, mint a Kossuth Díjas Nagyferó, és a
Friss Máté Péter Díjas, Varga Miklós, akik szintén voltak már a Mandala Dalszínház vendégei is többször, és hát Kalapács Józsi már volt sokszor a mi vendégünk, de most mi is vendégei leszünk ezen a koncerten. Tehát ez is egy izgalmas estének ígérkezik augusztus 25-én. Nagyon jó. Tulajdonképpen ugye az látszik, hogy azért ez alatt a 30 év alatt így 1000 szállal kötődtök különböző művészekhez, és ebből a szövevényből egy ilyen nagyon-nagyon színes, bűvös táncrend és előadásrend született, nagyon sok előadással, rengeteg nézővel, rengeteg helyszínen, úgyhogy ebből még most ezen a 30. nyáron úgy gondolom, hogy egy nagyon szép összeállítást látnak a nézők, úgyhogy ma este tehát az Ősember, stand-up comedy két részben, 13-án Mandala nyár, gála, a nagy gála, 16-án a Tenkes kapitány, a táncjáték, és 20-án karantén, Kalapács Józsi pedig 25-én ezzel a bizonyos ütős estével vár mindenkit, mégpedig a Sóstói Múzeum faluba. Gabesz, hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, majd a 31-et reméljük, hogy hasonló lendülettel és hasonló szuper előadásokkal folytathatjuk. Köszönjük szépen. Kedves nézők, képregénytábor a képregénytárban, a nyíregyházi Móri Zsigmond könyvtárban egyhetes műhely munkán vettek részt a műfaj iránt érdeklődő fiatalok. A tábort első alkalommal, de hagyományteremtő céllal szervezték meg a szakemberek. Mindig indulj ki egy körből. Készen, jó, és akkor itt így van egy ilyen kis körünk, és akkor ebből ki tudsz indulni, és akkor ez lesz itt egy füle. Így lehet egyszerűen fejet rajzolni. Az arányok trükkjeit mutatja éppen Halmi Zsolt képzőművész. A helyszín a nyíregyházi Móricz Zsigmond könyvtár képregénytára, ahol különleges tábort szerveztek a műfaj iránt érdeklődő fiataloknak. Ez az első alkalom, hogy ezt megszerveztük. Igazából abból adódott ez a dolog, hogy amikor megcsináltuk itt ezt a képregénytárat, és ez nagyon sok program kapcsolódott, tehát kiállítások, illetve meghívtuk az alkotókat, akik mindig meséltek az életükről, és a közönség között mindig találkoztunk olyan fiatalokkal, akikről kiderült, hogy egyébként ők rajzolgatnak is képregényeket. Hogy először ez a hét milyen programok várják itt a gyerekeket? Gyakorlatilag 5 napon keresztül képregényt rajzolnak, ami azt jelenti, hogy általában az is volt a tapasztalat, hogy azért ők hozták az ötleteiket, tehát nem úgy jött ide a legtöbb gyerek, hogy akkor majd ő itt kiderül, hogy mit fog csinálni, hanem volt a konkrét elképzelése, hogy milyen képregényt akar itt létrehozni. Ezek között voltak mangák, voltak szuperhős történetek, voltak vidám, jópofa sztorik, tehát itt lehetőséget adunk arra, hogy ezt végigcsinálják ezeket a dolgokat. Egyrészt manuális úton, tehát most még a hét első egy-két napjában kézzel rajzolnak, utána digitalizáljuk ezeket a rajzokat, és számítógépen folytatjuk a színezést, a kihúzást, a betűknek a beírását, a legvégén pedig elkészül egy komplett képregény újság az itt készült munkákból. Tehát igyekszünk úgy szervezni a dolgokat, hogy a végére mindenkinek legyen egy kész története, egy képcsík, egy karakterterv, tehát vagy komplett képregény oldal, amit be lehet rakni ebbe az újságba. Vannak nagyon jó rajzolók, tehát vannak tényleg olyan jó rajzoló gyerekek, hogy mi magunk meglepődtünk rajta, hogy milyen komoly kézügyességgel és rajztudással rendelkeznek. Van olyan 6.-7. gyerek, aki komoly, mondjam azt, hogy portfóliót hozott magával erre a táborra, és úgy csodálkoztunk is, hogy az ilyen komoly szinten rajzol. Ezt látjuk, ami így jön fönt. Itt van a felső szempé, itt pedig az alsó. Itt alsó, felső. És e fölé ugye jön a... Milyen szakmai segítségre van leginkább, milyen irányításra szüksége a gyerekeknek? Hát mivel ugye a korosztály az ilyen 12-15 év közötti, akik jelenleg itt vannak, van köztük olyan is, aki az itteni művészeti, a nyíregyházi művészeti középiskolából érkezett. Hát ugye a rajzi alapok az, amiket egy kicsit erősíteni kell. Ugye nagyon sok általános iskolában nem igazán foglalkoznak a rajzzal, ezért ugye az alapvető perspektívákat, kockológiai feladatokat, anatómiát, hogyha olyan a képregény, akkor ezeket próbáljuk nekik megmutatni, de
nem ezen van a fő hangsúly. De a fő hangsúly azon van, hogy a képregényes kifejező eszközöket hogyan tudják használni. Hogyha egy pálcika embert akar rajzolni, akkor pálcika embert rajzol. A lényeg az, hogy a képregényes kifejező eszközöket, a különböző plánokat, képkivágásokat, képpanel elrendezéseket hogyan fogja használni. Tehát mi most nem rajzszakkört tartunk, meg nem vesszük komolyan ezeket az anatómiai perspektívikus dolgokat, de hogyha igény van rá, akkor természetesen megmutatjuk, hogyha a képregényben erre szükség van, akkor ugye ezt megmutatjuk a diákoknak is, hogy ezt hogy kellene esetleg alkalmazni. A kezdetben ceruzával készült vázlatokat később digitalizálták a fiatalok, azért, hogy a tábor végére egy közös újságot szerkesszenek az alkotásokból. Ebben a képregényben már az összes résztvevő történetei szerepelnek, maradandó emlékként szolgálva a szervezők mellett, a diákoknak és persze a szülőknek. Képregényeket már egyértelműen már előtte is olvasgattam, viszont pont kapóra jött, mert akkor kezdtem írni egy történetet, és abba gondolkodtam, hogy esetleg képregény formájában ezt meg szeretném csinálni, és pont így kapóra jött, hogy na, akkor van itt egy tábor, amiben meg is tud tanítani arra, hogy jól csináljam az egészet. És így ilyen dupla motiváció lett az egész arra, hogy jöjjek. Megtanítottak-e a táborban mindenre, amire kíváncsi voltál? Mi az, amiben konkrét segítséget tudtál kapni, amit aztán későbbiekben használni is tudsz majd? Hú, hát igazából büszkén mondom, hogy igazából nagy részt magamtól csináltam a legtöbbet. Egy-két dolgot segítettek, hogy mi lenne a legjobb perspektíva ebben a képkockában. Például meg hallottam azért ugye a többieket is, hogy benne, hogy náluk mit variáltok, hogy például hogy kell rövidíteni egy-egy oldalt, hogy beleférjen abba a formátumba, meg hogy miket lehetne esetleg kihagyni, meg hogy hol nem lehet jól leolvasni a jelenetet, meg hasonlók. És nagyon jó volt benne az egész táborban igazából az, hogy egyenként, személyenként segített mindenki, mindenkinek, mint a tanárok. És így tényleg megkaptuk azt a figyelmet és segítséget, amire mindenki szorult. Értékek mentén ez volt az idei már 16. alkalommal rendezett Panyola Fest mottója, az esemény kulturális előadások, kiállítás és gasztronómiai különlegességek színesítették. Igazi hagyományos étel került az edényekbe a Szamosparti Nyugdíjas Klub sátránál. Töltött káposztát és töltött tormalevelet is készítettek a helyi asszonyok a pénteken rendezett panyolai értéktalálkozón. Nálunk így nevezik, hogy csimbókos leves. Kötött levesnek nevezik másutt, és olyan káposztát töltikét kínálunk, amelyik tengerikásával van töltve, és tormalevélbe. Hát, hogy aztán a fiatalság ismeri-e, de hogy szereti, az bizonyos. Mert nagyon sok éve már itt vagyunk, és mindig nagyon kapós a főztünk. A főzőversenyen összesen 12 csapat vett részt. A panyolával szomszédos kérsemjéni lecsó íz lett legjobban a zsűrinek. Készítőjétől megtudtuk, hogy a klasszikus paprika, paradicsom, hagyma alapon kívül mit tartalmaz még az étel. Felturboztam egy kis füstölszalonnával, füstölt karallal, raktam bele egy kis gombát, és ami a lényeg, ami a régen, ahogy nevezték a szegények lecsóját, hogy káposztával dusítottam még. Tehát az egy kis plusz löketet ad neki, meg a fűszerezés. A pénteki értéktalálkozó a 16. Panyola Fesztivál nyitónapja is volt egyben, amely egészen vasárnapig tartott. Muhari Zoltán polgármester azt mondta, az esemény minden évben új arcát mutatja meg, ezért is töretlen a népszerűsége a közelben élők és a távolról érkezők körében egyaránt. Értékek mentén a idei év mottója, ugye mintha hazajönnél, az az állandó mottónk, nyilván a hozzáállásunkat tükrözi, a vendégszeretetünket tükrözi. A
értékek mentén pedig azt tükrözi, hogy igenis büszkék vagyunk azokra a értékekre, amik itt évszázadok alatt ugye termelődtek és átadták egymásnak az emberek. Jelenleg is a kokasbanda zenél, meg táncol. Én azt gondolom, hogy önmagában ez is egy érték, hiszen ezek a táncosok nagyon sokat dolgoznak, hogy ebben a formában így megőrizték ezeket a mozdulatokat, vagy épp a zenéjüket. Én mindig is azt a célt tűztem ki, hogy aki ide látogat Budapestről, nagyon sokan most indultak még el, itt este 6 órakor már nagyon, nagyon sok vendég lesz, olyan vendég, akik erre az eseményre jönnek, a Panyola Festre. Ők arra kíváncsiak, hogy itt mit lehet enni, mit lehet inni, a gasztronómiánk, a pálinkánk, a töltött káposztánk, illetve azokra a mozdulatokra, azokra a népi jellegű értékeinkre kíváncsiak, amelyeket mi hordozunk. Viszont a helyi emberek, akik meg a szomszéd településekről, vagy épp a faluból jönnek fel erre az eseményre, azok pedig kapnak egy nagyon színvonalas, hiszen este lesz színházi eladás, zenei produkció, három színpadon megy a műsor, portaprogramok vannak, kiállítások vannak, este a Szalonna is bandája zenél, egy csodálatos kiállítás megnyitó lesz itt még továbbá, a templomban is vannak programjaink, felsorolni is nehéz, hogy mennyi esemény vár még az ide érkezőkre, és hát akik családosak és gyerekekkel érkeznek, azoknak pedig egy csodálatos játszóterünk van, ami ilyenkor egy ilyen népi játszóudvar alakul, és ezek a népi játszóudvarok egyszerűen oda ragasztják a gyerekeket, és mindent kipróbálnak, és természetesen a szülők meg a téren, illetve itt a pavilonok között sétálhatnak, mivel hogy egyébként kézműves utcánk is van, és számos kézműves kipakolt, és értékes, nagyon igényes tárgyakat lehet ilyenkor vásárolni. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy Panyolán itt tudunk lenni az értékek mentén. Panyola szerves része a megyei identitás erősítésének, a település több különlegessége része a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak is. Azért itt a Panyola Fest, illetve a panyolai hagyományok, azok mind-mind előtérbe kerülnek, és nem véletlenül mondom a hagyományokat, hiszen hogyha értéktalálkozóról beszélünk, akkor ki kell emelni és meg kell említeni azokat a Panyolához kötődő értékeket, amelyek a megyei értéktárban is szerepelnek. Ilyen természetesen maga a szilva, a szilvából készült ételek, a szilvalekvár, és ami kifejezetten Panyolára jellemző, az pedig a panyolai farsangnak a hagyománya, amely azt hiszem, hogy egy olyan unikum, egy olyan egyedülálló érték, amely én biztos vagyok benne, hogy ha valaki abba egy picit belekóstol, akár az archív felvételeken keresztül, vagy akár mondjuk, hogyha eljön egy panyolai farsangra, akkor egy olyan élménnyel és egy olyan emlékkel bővül az élete, amely én bízom benne, hogy soká meg is határozza majd azt a gondolkodásmódot, amelyel a paraszti kultúrából származó értékek felé fordul, mert ezek azok az értékek, amelyeket meg kell őriznünk, és a őrzés talán nem is jó szó, ezeket az értékeket át kell adnunk az utánunk következő nemzedékeknek, múltból erednek, a jelenbe kell őket ápolnunk, hogy a jövőt tudjuk építeni, és ez pedig a megmaradásunknak az áloga lesz itt a Kárpát-medencében. Az érték találkozó napján tárogatóval megszólaltatott dallamokkal nyitották meg Panyolán a Nemzeti Művelődés Intézet a Szakkör nevű kezdeményezésének kiállítását is. Összesen csak nem 30 megyei település kézműves termékeit mutatták be a nagy közönség előtt. Kosarakkal, hímzett szalvétákkal és falvédőkkel, vagy éppen gyöngyfűzött ékszerekkel is találkozhattak a látogatók. Összesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 53 településen, de 69 szakkör indult, tehát volt olyan, ahol több szakkör bátrak voltak, és többet is bevállaltak, mint egy szakkör. Hát ez a kezdeményezés, ez a szakkör.hu honlappal indult még a pandémiás időszak idején, amikor gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet, tehát ugye a közösségek nem találkozhattak, tehát hogyan lehet ezt egy picit áthidalni, hogy azok, akik eddig közösségbe jártak, azok most otthon is hozzájussanak olyan tudáshoz, vagy el tudjanak olyan tudást sajátítani, amely az értékek mentén szerveződik. Éppen ezért indult el honlapunkon a szakkör.hu, ahol videó segítségével nyerhetek betekintést a különböző népi kézműves foglalkozásokban a résztvevők. Aztán, mikor a pandémiának vége
tért, akkor kaptunk a kormánynak köszönhetően támogatást arra, hogy elindítsuk ezeket a szakköröket már a jelenléti formában. Természetesen mindenki félve indult neki, hogy hogy fogják ők tudni ezeket megvalósítani, hogyan fognak tudni, ahogy soha nem csinálták, egy kosarat fonni, vagy éppen nemezből egy angyalkát készíteni, és most itt én igen meghatódva fogadtam ezt a szakkör kiállítást, hiszen itt most látható a végeredmény. Jelen pillanatban 25 település szakköri közösség által elkészített alkotásokat lehet megtekinteni, és azt hiszem, hogy magukért beszélnek, önmagukért beszélnek, csodálatosak lettek. A közösségek valóban összetartó közösségek lettek, közösségek alakultak, és amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy annyira kreatívak voltak, hogy most ezekben az alkotásokban legyen az mézes kalács, legyen az nemez, mindenhol megjelennek a településre jellemző értékek és hagyományok, tehát tovább gondolva ezt, itt most minden település bemutathatta az értékeit. Ugye az aszakör.hu-nak a lényege az az, hogy 20 alkalmas, 15 perces videókon keresztül tudjuk az egyes szakágakba belevezetni a érdeklődőket. Ugye ez online megtekinthető, térítésmentesen, reklámmentesen, tehát hogy tényleg abszolút egy olyan felület, amit bárki használhat a nagyvilágban, akár azok, akik elvándoroltak a hazánkból, illetve ugye volt a felhívás 2021-ben, aminek a következtében ugye tudtak alapanyagra és eszközre jelentkezni a településeken. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 52 szakkör van, ami elindult 2021-ben, és most zárulnak. Ez összesen azt jelenti, hogy 52 településen 69 szakkör indult el. És ennek a kezdeményezésnek, amit most itt megélhetünk Panyolán, az volt a lényege, hogy a helyi nemzeti identitást, a megyei identitást erősítve a szakkör segítségével mutassák meg a települések, hogy kik is ők, mik is ők. Mert hogy nem feltétlen az volt a lényeg, hogy a szakkörön elkészített alkotásokat hozzák most ide el nekünk erre a kiállításra, hanem az ő településükre jellemző dolgokkal. Így készülhetett például mézes kalács szilvalekvárral töltve, vagy így készülhetett el egy nemes szőttes, ami a település címerét mutatja be. Lesz folytatása is? Igen, már elindult az előjelentkezés, lezárult, de augusztus 10-től 20-áig újra megnyílik a felület, hiszen maradtak még alapanyagok, úgyhogy lehet, persze természetesen várjuk újabb szakköri csoportok jelentkezését, és most már nem 6 szakkör indul, hanem 15, úgyhogy itt most már a bútorfestés, a gyertyaöntés és minden egyéb nagyon értékes kézműves foglalkozást el tudnak indítani a jelentkező közösségek. Köszönjük, hogy ezen a héten is velünk tartottak. Ne feledjék, jövő pénteken is várjuk Önöket. A Kölcsei Televízió munkatársai nevében kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!